részeket látunk vendégül, hiszen egy nemzet önbecsülésének a fokmérője mindig az, hogy kiként kezeli, kiként becsüli meg a múltját és ösztönzeti kultúráját. Ennek a jegyében úgy a Csongrád megyei önkormányzat, mint a Móra Ferenc Múzeum, Csongrád megyei önkormányzat, megyei múzeum rendszeresen és különös figyelemmel fordul az erdélyi kult, az erdélyi képzőművészet és művészeti élet felé. Kedves csongrádi barátaim, valahogy úgy voltunk Trianonnal, mint Szegeden 130 évvel ezelőtti nagy árvízzel. Elsöpört mindent. De úgy, ahogy ez a térség talpra állt, megerősödött, és azóta is büszkén létezik, úgy nekünk is kötelességünk nem csak talpra állni mindig, minden nap, hanem megerősödni és létezni időtlen. Amikor ma reggel a Dombtéren sétáltam, főbe a történelmi Magyarország vármegye címerét néztem, és ugyanilyen érdekes Csík és Csongrád egymás mellett van. Úgy, ahogy ez a két címer egymás mellé került, így hoztak a viselés, úgy, ahogy a Maros nála Csíkországban születik, és itt torkolik még a Tiszában. Úgy vagyunk mi a mai napon, közösen itt együtt, Zsebüti nagyinének hála. Egymás mellett, együtt. Mindig azt hangsúlyoztuk Nagy Imrével kapcsolatban, hogy igen, ő hazajött, és itt a hangunkat felemeltük, és ez olyan nagy dolog volt, hogy ő hazajött, holott Budapesten és Kecskeméten tanulta a mesterséget, illetve a művészetet. Természetes, hogy jó dolog, hogy hazajött, és ha nem jött volna haza, és nem következnek be ezek a mai idők, mondjam is röviden, hogy most már határon átjövünk, megyünk, és egyre inkább kezdünk összeszokni, és nem kezdünk ide, meg oda való magyarok lenni, hanem lassan mindannyian egyformán magyarok vagyunk, akkor azért jó, hogy Nagy Imre hazajött Csíkba, mert hazahozta azt a nagybányai iskolában gyökerező modern festészeti értéket, ami megteremtette a 20. század nagy magyar művészetét, gondoljunk csak a Banovákra, Patkó Károlyra, Nemáci Pálra, Kolb Erzsébetre, és így tovább. Ő ezeknek a személyeknek volt a tanultársa, illetve barátja éveken keresztül. Sajnos az 50-es évek után egyre kevésbé, mert a világ úgy alakult. Amit hazahozott, azt a nagybányai értékét, nagybányai látásmódot, mentalitást, az jellemzi Nagy Imrének a festészetét. Ha megnézzük a Brenner festészetre alapozott műveket lehet itt a kiállításon látni, természetesen nem a kizárólagosan a nagybánya recept szerint. Csíkban van egy különleges fényviszony, azt használta ki Nagy Imre, és Csíkban, Zsögőrben volt egy olyan társadalom, egy olyan közeg, aminek a bemutatását, megörökítését nagyon fontosnak tartotta, és attól el nem szakadt soha.